Itt áll mellettem Takács Péter, a Hungary and Darts Trophy főszervezője. 18 ezer jegyet adtatok el, hatalmas atmoszféra van. Milyen érzés főszervezőként végignézni az MVM domon? Hát most már több is, mint 18 ezeret átléptük, főleg miután sporttörténelmet írt Major Nándor, és tegnap este, hát nem is tudom, ha nem kellett volna ma korán kellem, akkor valószínűleg jó pár sör legurult volna, mert iszonyat, hát felrobbant. Az az 1700 ember, aki itt volt tegnap, olyan hangulatot csinált, mint hogyha teltház lenne. És hát ma meg ennek köszönhetően a délutáni és az esti fordulóra is teltházunk van, úgyhogy hát tényleg az ember beleborzong abba, amit lát. Azt nyilatkoztad a verseny még a viadal előtt, hogy a lehető legszínvonalasabb, valaha volt legszínvonalasabb magyarországi darts versenyt várod. Beigazolódni látszik ez? Hát a tekintetben mindenképpen, hogy 8 világbajnokunk van, de úgy látszik, hogy más tekintetben is. Hála Istennek minden játékos, akikkel beszéltem, vagy akik nyilatkoztak a helyszínnel, a szervezéssel, meg a hangulattal kapcsolatban, ők mind-mind rettentően pozitívan érzik magukat, és látták, és szerettek játszani, úgyhogy önmagában azt gondolom, hogy helytálló minden szempontból az, hogy itt egy magas minőségű sportesemény jött létre. Mit tapasztalsz, hogy a European Tour többi állomásához viszonyítva mekkora presztízse van ennek az eseménynek? De mondjuk, ahogy említetted, hogy 8 világbajnok itt van, azért az elég árulkodó. Szeretnek ide jönni, hála Istennek szeretik Budapestet, hazánkat, szeretik a magyar közönséget, profi közönségünk van, és ezért mi rettentően hálásak vagyunk. Presztízs, hát a közönség az mindenképpen, tehát hogy a közönség mérete, nagysága az mindenképpen Premier League-ás szinteket verdes, úgyhogy ilyen szempontból mi mindenképpen egy kicsit kuriózum vagyunk a European Tour sorozatban. Célba lehet esetleg venni egy Premier League szervezést is? Mindenképpen, ez nem kérdés. Rengeteg fiatal is kilátogatott. Mit gondolsz, hogy ennek milyen hatása lehet majd hosszú távon a magyar dartsra? Pont ez volt a célunk alapvetően, azon kívül, hogy szórakoztassuk a tisztelt publikumot, közönséget, hogy szélesedjen a darts sportolók köre, minél több fiatal van. Ez nekünk azon kívül, hogy ez egy biztonságtechnikai kérdés, amit meg kell oldjunk, hogy 6-8-10 évesek rohankálnak a színpad felé, azon kívül ez számunkra azt bizonyítja, hogy jó úton járunk, és lesz, előbb-utóbb lesz, de hát ugye nem is csak lesz, már itt kopogtatnak az ajtón akár Nándi is, de Patrik is nagyon-nagyon közel volt. Ugye már hivatalos, hogy jövőre is lesz itt Magyarországon European Tour állomás, de a helyszínt egyelőre még nem tudjuk. Bár ahogy végignézünk a stadionon és a teltházon, elég indokolt lenne az MVM domhoz hasonló méretű létesítményben tartani. Igen, én azt gondolom, hogy itt jól érezzük magunkat az MVM domban, nagyon jó a kapcsolatunk, úgyhogy hát lesz jövő évben European Tour Budapesten, Magyarországon, és hát ez minden bizonnyal az MVM domban lesz. Még egy utolsó kérdés, milyen döntőt vársz? Nagyon bízom benne, hogy Peter White összeszedi magát, ugyanis a virtuális versenyünket, amit bonyolítottunk, azt a népszerűségi alapon, azt Peter White nyerte meg. A Damon hát a nagyon-nagyon komoly teljesítményt mutatott, úgyhogy őt abszolút Szoboszlai mezben, úgyhogy őt mindenképpen döntőbe várom. Köszönjük szépen, és gratulálunk! Köszönjük szépen mi is Takács Péternek, és hát itt meg ugye nyilván zajlik az esemény, hát két ilyen gyorskezű játékos mellett nem csodálkozunk rajta, hogy Vatti menne most már a második legnek is véget vett, ráadásul mind a kettő öt körön belül megvolt. Hát, na, nem akarnak nagyon sokáig itt maradni este, nem azért, mert valami problémájuk lenne, de hát ők ilyen tempóban játszanak. Meg lehet, hogy tényleg kíváncsiak a városra ők is. Persze, azért még van idejük elszaladni ide-oda-oda. Na mondjuk valamelyiküknek holnap délután is lesz mérkőzése, úgyhogy annyira azért nem vethetik bele magukat az éjszakámba, hogyha fogalmazhatunk így. Hát Creighton megmondta, hogy meg akarja nyerni ezt a hétvégét, és ő is szuperlatívuszokban beszélt itt a magyar közönségről, meg budapesti állomásról, úgyhogy meglátjuk, hogy mennyire gondolja ezt komolyan, hogy meg akarja nyerni. Igen. Jermaine Vatimena pedig nagyon szépen szintet tudott lépni a tegnapi naphoz képest, mert tegnap egy 90 alatti átlaggal tudott 6-4 arányú győzelmet adni Joe Murden felett. És ehhez képest
jelen pillanatban azért ez már biztos, hogy magasabb ez az átlag. Igen, 100 körül, 99-19 jelenleg, így egy kétleg után az átlaga. Tehát látszik, hogy komolyan gondolja ezt a második mérkőzést nagyon. Egy picit visszatérve a... Megvan közben ez is, dupla 15-te, 13 nyilas játék ezúttal Claytontól, a saját kezdésüknél egyelőre nem hibáznak. Egy picit visszatérve az egymás elleniekre, az utolsó mérkőzést az tavaly a Grand Slam of Darts csoportkörében játszották egymás ellen, és ott Johnny Clayton 5-0-ra tudott nyerni German Wattimina ellen. Na, ez a nullázás már biztos nem lesz meg, mert ugye a másik leget behúzta German Wattimina. Ön tempóban játszanak a játékosok, hogy szerintem itt az idő, hogy akkor a holnapi programról is beszéljek egy kicsit. 13 órakor kezdés, tehát a Max 4-en jövünk Lacival mind a ketten. Luke Woodhouse, Peter Wright-tal kezd majd ekkor. Utána jön a Luke Humphries, Martin Schindler meccs, aztán Gervin Price és Joe Cullen lép színpadra. Majd jön, hát nem tudom, hogy a Szoboszlai mezt kimos-e holnapra, de ha igen, akkor abban... Reméljük, hogy van még egy neki. Igen, Damon Hatta, Jan van Fien ellen, aztán Mike Dedeker és Michael Smith mérkőzése következik. Utána jön Scott Williams és Danny Noppert, aztán jön majd ennek a mérkőzésnek a továbbjutója, méghozzá Michael van Gerwen, köszönöm szépen, gyorsan akartam mondani, és a délután zárása a Dave Chisnall, Robbie John Rodriguez mérkőzés lesz. Ez tehát a délutáni program, utána meg este természetesen majd a negyed döntő, a két elődöntő és a döntő, arra pedig majd Barta Zsolt és Kassai Tóth Csaba érkezik ide. Már a délutánt is érdemes lesz velünk tölteni, mert nagyon jó mérkőzésekre számíthatunk. 141-re Clayton, az nem lesz meg. 59, csak 82 maradt. Vatimira, búró kell folytatni. És ott van! 2-2. Vatimira véget akar vetni Johnny Clayton szereplésének. 68. Nagyon elszórta az első két nyilat, aztán utána tudottam javítani Clayton, de azért olyan sokat nem. 60. Viszont a 180 után triplamentes kör Vatimenától. Johnny Claytonnak kell a tripla. Egy ott van. Kettő. Még egy. 180! Ennyit az előnyről. Azért egy triplával még mindig sokkal jobb helyzetbe hozhatja magát Vatimena, de az nem jön. Úgyhogy így már valóban tényleg annyi az előnynek. Itt viszont nagyon jön. 85 a dobás, 109 maradt. Nem jön a tripla, továbbra se Vatiminának jön, ugyan, de tripla 5-be, 55 csak a dobás. 109-re Clayton, megvan nagyon a tripla, jó. 19. 12 vagy 20. Oho. Egyes lett belőle. Na most, ez azért nagy hiba. 19-es kell mondjuk például, hogyha 32-re akar kerekíteni. Vissza sokkal, 109-ről vissza sokkal. Húha. Rá fog dobni még egyszer, mert a 146-hoz kellett volna kettő darab tripla 19. Na még egyszer 109. Nem pörgeti magát Vatimena, a 94-nél is rázta az ötlét. Megint megvan a tripla 19, most dupla jó a kerekítő 16. is. Az is jó. Hát ez... Ilyet sem látni minden nap. Ugye Vatimena esetében már az is bravúrnak tekintendő, hogy a tegnapi meccsét megnyerte Mörnen ellen, mert ez volt az idei első alkalom, amikor tudott nyerni a European Touron, hiszen hiába kvalifikálta magát idén ezzel együtt azért már jó néhány alkalomra, de hát ezeket mindig kudarc kísérte. Egészen konkrétan ez a hatodik állomás idén, amin részt vesz, és az első ötön nem nyert meccsed. Ezért sem mondanám azt különösképpen, hogy sokan várják azt, hogy ezt a meccset megnyerje. 96. Ő magától nyilván nagyon reméli, csak a realitás az nem ezt mondja.
140. Ugyanakkor Clayton esetében hozzá kell tenni, hogy a legutóbbi két European Tour állomáson, a 9. és a 10. fordulóban, amiken részt vett, ugye ez a Zindelfingen és a Triri verseny volt, azokon elveszítette a szombati meccsét a Velszi. Két hete meg nem volt itt ő sem. Azért az ő játék tudásával ez a zsinórban két 16 közé jutásért rendezett mérkőzés elvesztése, az nem egy szokványos dolog. Patti menne is hozza a kezdését. Eddig nem hibáznak még mindig kezdések után. Ó, jött egy tripla, 96 a kezdés. Matti már megint jó kezd. Kettő is benne van a tripla 20-ban. 140. Összességében ez a 10. European Tour állomása idén Johnny Claytonnak. És az az érdekes, hogy az eddigi 9-ből volt 5 olyan, amikor elveszítette a szombati mérkőzésén. Több, mint a fele. Igen, volt egy mély repülése is Claytonnak azért az év közepén. Igen. Ennek ellenére azért van idénről egy European Tour győzelme, hiszen ő nyerte meg az osztrák versenyt, az Austrian Darts Open-t Joshok elleni fináléban. De igen, még áprilisban. Dupla-duplát szeretett volna. Őben van ideje, mert Vattimena még csak most érkezhet meg kiszállóra, de nem érkezik meg. Nagyon nem kellett az a szektoriba, úgyhogy bőven van ideje Claytonnak. Azért nem hiszem, hogy túl sok időt el akar ezzel tölteni, nem is hát 14 nyilassal. 4-3. Vattimenának mindenféleképpen brékelnie kell, hogyha nyerni akar. De hát arra nem volt eddig kifejezetten esélye. Nem is látom, rosszul is kezdte most ezt a leget. Egy triplával már előnyben van Johnny Clayton. Hú, két kör tripla nélkül. Így ennek olyan szaga van, hogy annak lesz egy bréklege, akinek igazándiból nincsen rá szüksége. 85 Johnny Claytonnak csak a sajátjait kell hoznia, és akkor egy 6-5-ös eredménye be is fejezheti. Végre jött kettő tripla, 117-tel 266-ig jön le Vattimena. Nagyon jó. Az is jó még. 180! Visszadobja? 140, majdnem visszadobta. Jön a dripa 18. Nincsen. Esély az 5-3-ra. Ez most hiba. Így már annyira nem. Tripa 19. Nem ő, inkább tripa 11-et szeretett volna, hogy 40 maradjon. És az is ott van, hát ha másképp nem, akkor így. Látszik, minden apró kis részsikernek is nagyon-nagyon örül Vattimena. Nagyon meg akarja nyerni ezt a meccset. Igen, és az a mázlia, hogy Johnny Clayton nem számított arra, hogy rádobhat arra a kiszállóra. De hát még mindig igaz az az állítás, hogy kell a hollandnak, hogy elvegye egyszer Claytonnak a kezdését, de így, hogy ő tripla nélkül kezd, Clayton pedig 6 nyílból 3-at is a triplában helyez el, úgy azért nehéz. Na de ezt a 180-nal lehet orvosolni. 140. Marad némi előnye Claytonnak. Kettő
99. Nagyon ügyesen kiszámolta, hogy ez erről nem, legalább nem tud kiszállni. Tripla 20 kell. És értem, nem jön. És értem, hogy miért jött le. Hát, hogyha lement, akkor dobjon a 17-re, és akkor nem lett volna igen probléma. Értem, hogy van ideje, úgymond, de... Egy tripla érkezik Vattimelának, úgyhogy tol is éri. Most már nincs ideje. Tripla 18 kell, 78. Az benn van. Kell az extra Vattimelától, tripla 20. Nincs benne, úgyhogy rá lehet dobni a dupla 12-re az 5-4-ért. Ott van az. Nagyon na, ott van az. Lejjebb kellene. És nem tudja benne megoldani. Jöhet a break leg. Dupla 20. Ott megvan van benne. Elveszik Clayton kezdését Vattimena. És kezdhet a győzelemért. Egyetlen break eldöntheti a meccset. Végig Clayton kezében volt az irányítás. Igen, az utóbbi két legben volt két rontása Claytonnak. És ez elég volt ahhoz, hogy meglegyen a break leg. Egy-egy triplák azért jönnek Vattimennának. Most legalább két triplát kellene dobni Claytonnak, de inkább hármat. Egy már ott van. Második alatta. 140, ezzel egában vannak tulajdonképpen. 60 pont, ez most rossz kor jött. Vattimena segít. Ó, tripla 5. Tripla 1, 38 pont. Felértékelődött az a 60, amit Vattimena dobott az előbb. 96 ponttal, 148-on Vattimena a 12 nyire eldobása után. Egyes lett belőle, így nincs kiszállón. 6 nyila van Vattimennának, hogy megnyerje ezt a meccset 148-ról. Egy tripla már most jön, kettő 8 is. 8 pontot hagy magának. A győzelem kapujában German Vattimena. No, 84-en várja Clayton. Na és akkor meccs nyíl, dupla kettő. Még egyszer a dupla kettőre. Nem oldja meg. Nem oldja meg, a 84-ről kiegyenlített Johnny Clayton. 14-es. Bull. Nincs meg. Újabb három meccs nyíl Vattimena előtt. Alatta. Meggyűlik a baj, egy, a dupla egy, az sincs meg! Hat meccsnyilat ront el German Vattimena. Dupla 8. Nyilván megoldja. 5-5. Vattimena barátnője mutatta, hogy fókusz, koncentrálj. Bár Vattimena meg arra koncentrált, hogy mit dobott most Clayton, és elégedett bólogatással nyugtázta a szektorhibát meg, hogy nem dobott triplát a második nyílra Clayton. Ettől függetlenül így is jobban kezdett, mint Vattimena, 140. Száz pont. Ott van megint a tripla, alatta a második, 99-el 180-ig jön le Clayton. Viszont nem lesz kiszálló Vattimena sem. Sőt, nem dob triplát. Egy százasnyi hátrányban van a döntőlegben. Hát a legizgalmasabb és legfordulatosabb mérkőzést megkaptuk itt szombat estére, és még van benne csavar. Csak ott van egy tripla, 66 ponttal 114 maradt. De nem jönnek a triplák Vattimennának. 93,
Hát nincsen vele kiszállón. 6 nyíl a 114-re, de hát az előbb ugye Vattimenának sem volt elegendő. 6 meccs nyíl sem. 14, és a dupla húz a meccsért. Megvan! Ott van benne a 114! Clayton az első meccsnyilát kihasználja, miközben Vattimena 6-ot is elrontott az előzőlegben. Hát igen, néz fel az égre, mert ez saját magának köszönheti tulajdonképpen, hogy elveszítette. Fordulatos mérkőzés volt, izgalmas zárása ez a szombat esténknek, mi pedig akkor mára búcsúzunk egyelőre Lacival, de hát holnap délután 1 órakor várjuk Önöket szintén vissza ide a képernyők elé, hiszen jönnek majd a 8-döntők, addig is aludjanak egy jó nagyot, szép jó pihenést, és akkor holnap jó ebédhez szólunk mi. Így van, viszontlátásra, viszontlátásra. Jó éjszakát mindenkinek.